A becsületre méltó, lakodalmi, ékes gyülekezet. Férfi és asszonyféle népből álló felekezet. Hajon tőlem pár igaz szót mindenki, akiket a szeretet ma ide kötelezett. Bizony, amikor a jóisten Ádámot megteremtette, rögtön látta, hogy a férfi embernek egyedül itt a földön nem lehet boldog az élete. Édesapától búcsúzz el legényfővel. Jöjj hát, nyújtsd velém mostan ölelőkarodat, hadd adjam át néked búcsúzó csókomat. Éljél sokáig örök boldogságba a szerető gyermek szülőanyukája. Édesanyától búcsúzz el. Kérlek, el ne feledjetek engem, mint a szerető hű testvéreteket. Tudva levő, hogy a vér nem válik vízzé, testvér, az testvér marad mindörökké. Testvéreknek egy viszont. Szeretetben, legyünk jók egymáshoz, az egész életben. Ha még majd elhúzzuk a lótányt. Most pedig rokodok, barátok, ismerősök, szomszédok, hanem jó legény cimboráim, ki körülöttem álltok, nagyon jól tudjátok, hogy egyszer majd ti is így jártok. Vigyázzon mindannyiótok nagyon magára, ti nem kell ráhallgatni, akármelyik leány csábító szerencsesség. Autóba fogunk ülni, hogy felkeressük vőlegény úrunk párját, ékes kicsit, szeretett benyasszonyát. De mielőtt elindulnák, szeretném megkérni esőnek égből való lehullása. Széles a világon ne lehessen másra, soha víg kedvednek ne legyen bomlása. Thank you.
még erre a házra jó napot kívánok! Én itt a vőlegény úr követeként állok. Vőlegény urunk arra adta a szavát, hogy én kérjem ki neki szép mennyasszonyát e házból, mert ő szűken van a szavaknak árjából. Mégis fogadjanak szót itt a házigazdán, mert ő nagyon készültek, nem mal úgy, hogy érezzék otthon magukat, jöjjenek be. És még most azért nem kedveskedünk se pénzzel, se mézzel, de nem jöttünk ám ide üres kézzel. Fogadjanak hát bennünket be egy kis időre, a hosszú út után, egy kis pihenőre. Hát barátom, rajtad áll a dolog, bemutassalak, hogy ő... Kedves vendégeim, mielőtt a házigazdák kezére adnám önöket, tájékoztatnám magukat. Végére nem érek. Hát kedves vendégeink, ha hiszik, ha nem, tegnap én egy legény búcsúba jártam, aztán valahogy a végére egy árokba estem, ezt a kis fejemet meg nagyon beütöttem. Nem láttam magam körül semmi mást, csak párossal röpködő, turbékoló galambokat, egyetlen egy árvát találtam, aki itt áll mellettem, ez a pávaparkú galamb árválkodott egymagába, és fogtam magam, elhoztam ide önök közben a asszonyt, akinek a kedvéért idejöttünk ilyen szép számmal. Segítségükre van. Jó lesz. Hát, nem adom a virágot, de kicsit kapac. A csokrot nem adja, a csokrot nem adja, a puszit viszont megkapta. Miért nem felel meg? A ruhája miatt talán? Hát... Másra számítottál? Másra. Nem jó se a járása, se a nézése. Ő nem az. A nézése se a járása. De, ha már a násztagy nem talált, majd én keresek egy másikat. Mennyasszony, asszony, jöjjön ki, kérem én! Ha nem tudnak ijönni, majd én segítek, kérem szépen. Tapsot, én megértem a másikat. Hét város talut bejártam, de nála szebbet sehol nem találtam. Látom, a vőlegény úr is így hiszi, biztos vagyok benne, hogy gyönyörű leányt ma oltár elé viszi. Ebben valaki most más. Valaki más? Valaki más. Még mindig nem felel? Nem. A csokrot nem adod? Nem adod. Egy puszit adsz? Ezt puszit adod. Kedves vendégeink, azt csodálom, hogy akiért ilyen szép számmal összejöttünk, az szép mennyasszony sehol nem látom. Bent maradt valahol, majd mindjárt kiinstálom, kárba ne veszel itt a nagy fáradozásom. Mennyasszony, asszony, jöjjön ki, kérem én! A mi kis vendégseregünk fáradozásáért adják ki a mennyasszony. Nekem is sok a dolgom, hogy hamar végezhessek. Adják ki még egyszer, kérem én, mert amint látják, vőlegénye is várja nagy türelmetlenséggel. Szánják meg szegényt, ne szenvedtessék. Kérem, hogy a mennyasszonyát a karjába kísérjék. De mielőtt elindulna, hogy könnyebben menjen, ugye a társasággal együtt az úgy szokás, hogy egy nagy tapsal üdvözlőjétek! Kicsit fölmegyünk ide partra, hogy én is jobban mutassak. Kedves vendégeink! Itt van a koronája ennek a tisztelt háznak, még karomon tarthatom, szemeim kápráznak. Ott van a koszorú szépséges kontján, ekkor szép a leány, ekkor szép igazán. Kedves vőlegénye, figyelj rám egy percre, s válaszolj nekem egy egyszerű kérdésre. Ő az a leány, akit te eljegyeztél, akinek te örök hűséget ígértél? Ő az. Ha ez a dolog tényleg így vagyon, átadom a leányt, kit itt tartok karomon. Átadom barátom azzal a kívánsággal, hogy éljetek a sírig örök boldogságban. Te pedig add át a kezedbe levő csokrot egy hosszú csók kíséretébe, amit a vendégek ütemesen. Most pedig a mennyasszony szeretném a viselőinek. Nekem csók. Közben a vőlegény úr tanúja is helyezkedjen olyan.
mennyasszony tanulja és lépjen egy picit. Mm-hmm. Ja. Áh! Púszik a meleg. Onnan nem csúszik. Hanem koldúsnak, vőfének, botva. A világon bármelyre járok, hogy ma itt tevékenykedtem a ti esküvőteken. Hát, figyelj ide. Oda úgy, és akkor valahogy fél. Köszönöm szépen. Ezt vissza. Kedves vendégeink, egymás iránt szenteljünk néhány szót a búcsúra. Ugye, kedves vendégek, minél kedvesebbek nekünk, azok, kitől válunk, annál nehezebben megy a búcsú nálunk, majd helyette. Gyer ide, menyasszony, gyerte, kedves lélek, csak súgjad, hogy mit mondjak, én meg vagy beszélek. Búcsúzás, nézd, mi borult az orcám. Édesapám, tudom, hogy értem, sokat mentél, sok éjjel, nappal, kedvem, élek. Bocsásd meg nékem, ha megbántottalak, ha sok jóságot ért, netán mégis elszomáljuk meg tégedet. Én a páros élet útjára indulok, de apámnak minden jó, melyet a sors mutat. Intő szavaidat a szívembe zárom, ma férjhez megyek, édesapám, téged az Isten megáldjon. Te irányítottad az eddigi utamat, és elűztél lelkemből minden búskot. Választott párommal külön úton járja. Drága édesanyám, majd jöjjön ide hozzám, hogy búcsúzásul hadd csókoljon meg szád, hadd öleljen meg szerető kezed, melynek segítségére ígérem, ezután is leszek. Édesanyám túl búcsúzál állásszível, és soha el nem búl szeretettel. Itt dolgainkban együtt volt sok részünk. Itt jó szüleink mindig a gondunkat viselték. Nem válik vízé, a testvér, testvér marad mindre. Vagyok. Testvértől búcsúzál hálás szívvel, és soha el nem ulasz. Mamám és nagypapám, kinek mindig gondja volt rejám. Kik nékem mindig jó tanácsot adtak, s unokájukhoz híven tiszteletben tartottak. Ha ünnepünk volt, mama sütött finom kalácsot. Hát éltesse az Isten őket sokáig, az emberi kor legvégső határáig. Nagymamának. Osperi rokonok, Bastenházába, a mindenhatónak szent templomába. Kérjétek az Istent értem imádkozva, hogy bő áldásársaim, ki körülöttem álltok, nagyon jól tudjátok, hogy egyszer ti is így jártok. Vigyázzon nagyon mindannyiótok magára, nem kell ráhagatni bármelyik legény csábító szavára kaphatnak puszit. Kedves vendégeink, a mennyasszony röpke kis kikérőit, addig is fogyasszunk, kocintjuk az ifjú pár egészségére.
nyakaron, akár mi van este, mert ebben lesz egy pár száz. Jó van, gyerekünk, az év lasszikta. Na, ennyi volt. 18-as karikát bírtak oda rajzolni. Szexualitás, hagyjuk meg a halat, hanyattól nyugató filmának. Amaru, vagy Eri? Arról is, inkább arról, persze. Arról? Ide a kezed, amikor pedig ráteszi az övét, jó? Úgy, jó. Az jó volt, Feri, hogy közelhajoltál és ránk néztél. Ráj. Magyarsz! 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 Alapján megállapítom, hogy Kalmár Dóni Nikolett és Kalmár Ferenc a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében ettől a perctől kezdve házastársak. Szóbeli kijelentéseiket követően megkérem Önöket és tanúikat, hogy aláírásukkal hitelesítsék a házassági lapot. Az aláírás először... Thank you.
Már az ókori ember életében is a negyedik ujjon viselt kör alakú gyűrű az összetartozás, a végtelen hűség, a soha el nem múló szerelem jelképe volt. Ekkét gyűrű jelképezi ma is legbensőbb emberi érzelmeiket, egymás iránt érzett és vállalt szerelmüket. Kérem, húzzák egymás ujjára karikagyűrűiket, felesége jobb keze gyűrű súlyára. Egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben, mindig, mindenkor. Ahhoz, hogy ez a házasság örömteli, boldogabb él, amennyi szeretetet ad a másiknak. Kívánom, hogy házasságuk elnek jó egészséget, boldogságot és sok szerencsét. És most engedjék meg, hogy önökön kívül szülhetek. Thank you.
legyen velünk ezen a napon, amelyet Isten, ami Atyán előtt teljes életközönségnek kívántok lépni egymással. Hallgasson meg benneteket az úrati örömötök napján, küldjön nektek kérésteket. Urunk Istenünk, tekints könyörgésünkre és válasz ki jóságosan kegyelmedre ezekre a testvéreinkre, Nikolettre és Ferencre, hogy akik most házasságunk, ehhez most jön az érdekelőről. Testvéreink, kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyunk az Úrra, itt egy a keresztség, egy az Isten mindjárt Atya, aki minden fölött áll. Most ezt nehéz elképzelni a mai szép ünnepen, amikor úgy érzitek, hogy szerelmetek célba jutott, célba érkezett, megérkeztek nektek. Ez egy ünnepnap, de tudjuk azt, hogy az élet nem csak ünnepnapokból áll benettek. Az élet van, amikor olyan kifogyott bor érzés van bennünk, kifogyott a borunk, mert kifogyott a szeretetünk, kifogyott a türelmünk, kifogyott a megértésünk, kifogyott a másik elfogadása, kifogyott a figyelmetlenségünk. Kölcsönös örökségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit.
házasság szentségének méltósága, őszinte szándékot kíván tőletek, feleljetek ezért az egyház kérdéseire. Ferenc megfontolta meg Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot hoz. Igen. Ígéred-e, hogy lehető feleségedet tisztelem és szereted, még a halál el nem válasz benneteket egymásról. Ígérem. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Istennek ajándékozna házasságokat. Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket. Nikolett, megfontoltad a Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot kös. Igen. Ígéred-e, hogy lehető férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem válasz benneteket egymástól. Igen. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajánlékozza házasságot. Ígéred a Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelni őket. Kedves jegyes pár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjátok egymással kezet, és én egybefonolott kezeteket átvekelő skólával annak jelül, hogy házasságnak Isten előtt felpontlatlan lesz. Ferenc, nyilatkozzál Isten és az Atya Szent Egyház néve előtt, akarod a jelenlévő Nikolettet feleségül venni. Igen. Mondd tehát utánam, Nikolett. Nikolett. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Nikolett, nyilatkozzál Isten és az Atya Szent Egyház néve előtt, akarsz a jelenlévő Ferenchez feleségül venni. Mondd tehát utána, Ferenc. Ferenc. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül megyek hozzá. Feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságokat az egyház nevében érvényesnek kívánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ti pedig testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanulni a Szent Éve szövetség megkötésének, amely Krisztusunk szavai szerint felbonthatatlan, amit Isten egybekötött, ember szinte válasszal. Most pedig ősi Magyarországon szavai. Istenem, hogy segélyem. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Nikolett, szeretlek. Hogy téged, Nikolett, szeretlek. Szeretetből veszlek feleségül. Szeretetből veszlek feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtomiglan. Holtomiglan, holtomiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segíteni. Nagyasszonyunk a boldogságos a Szűz Mária. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged Ferenc szeretlek. Hogy téged Ferenc szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből megyek hozzád feleségül.
Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtamiglan. Holtamiglan, holtudiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem segíjen. Isten engem segíjen. Ezt a feszületet majd megkapja az ifjú fel, közös otthonokban kiranghatják, majd az egyik kedves tanít megkérjük, hogy őrizze a szertartás végén. Amelynek a kölcsönös szeretet és hűség jelül most egymás újjára húzva ki. Amen. Csokoljátok meg a hűség tűrűjét, húzzátok egymás újjára, Gratulálni, mint
Lászlót, tehát nem menjél senki erről a helyről, itt várjuk össze egymást, hogy egyszerre hagyjuk el ezt a helyet, jó legyenek önként. Gratulálom, sem mondok semmit. Jó. Tessék gratulálni, minden jót kívánni, itt is mondom a hátul állottam, hogy utána ne hagyja el senki ezt a helyet, lehetőleg egyszerre hozok jön ez a társaság, úgyhogy csak sorba szépen gratuláljanak elők a mennyasszonynak. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Nagyon vigyázz! Szia! Fogja a mennyasszony eldobni a csokrot, a hölgyek közül pedig valaki nagyon szorgalmasan elkapja, mert tudom, hogy nagyon pályáznak erre a csokorra. És a vendégek már is számolnak velem együtt, hogy 3, 2, nem, hát a lányok tolattak abszolút is úgy állnak, mint én. És sikongatva várjuk, hogy mikor repül ez a csokor felé. Ezeket a magasba csak akkor lesz. 3, 2, 1. Hadd lássuk, hogy ki élőszak. Tapsasz el neki, kérem szépen. Hatalmas taps jár a hölgynek, meg egy tiszta.
gondolja még. Mondele sarámot repedik a bába, hagyom a bogion a nösz. Szerintje a másik barna, aha nem az ég, csoda csoda szív. Kedves vendégeink, mielőtt a köszöntőmet elkezdeném, szeretném, ha a kezünkbe levő rövid ital elfogyasztásra kerülne, de mit kívánhatnánk ilyenkor ugye az ifjú párnak kezünkbe pohárral? Azt mondják, kívánjunk pénz, siker, karrier, de nem érem az egész favatkáccsal, nem kívánunk egészséget, békességet, boldogságot, meg mit kívánunk? Jövő ilyenkorra apróságot. Ne csináljátok nagy zajja, hanem fiú legyen göndörralja. Emelem parran végzem ezt a mondókával, kívánjunk sok boldogságot az ifjú párnak. Él az ifjú pár, ürítsük parunk! Itt vannak az örömszülők, jóval látom, hogy most megvan a gyertek egy kicsit. Szerencsés jó estét kívánok a házigazdáknak, örömszülőknek, násznagyoknak. Végére jártunk a hosszú útunknak. Alázattal kérem a jelen valókat, hallgassák meg csendben egy-némely szavamat. Megkérem a násznagyokat, hogy fogjanak már velük kezet, s ebbe a mennyegzős házba ma éjszakára adjanak nekik helyet. Fogjanak velük kezet, amivel kifejezik, hogy egész életükben ugyanígy segítik az ifjú párt, mint ma. De az örömszülőkhöz, násznagyokhoz is volnám egy-némely szavam. A mi kis seregünk itten vagyon, a hosszú út alatt elfáradt, megéhezett, megszomjazott ám de nagyon. Fogadják őket szívesen vidám hajlékukba, s részeltessék őket hajnalig tartó víg mulatságba. De kedves vendégek, mielőtt a házigazdák és a felszolgálók kezére adnám önöket, szeretném ismertetni a további programot. A tászlép pedig egy ütemes tartsal biztosan. Ha helyet akarnak foglalni, abban az esetben tehetik meg, ha ezt a táncot a vendégek folytatják. Azokat szeretném látni táncolni itt a tánctéren, akik szeretnék boldognak látni az ifjú párt, hogy enélkül ne ülhessenek a vendégek, a násztörők, a felelősök érte, közben az ifjú pár rövid időre itt fog hagyni bennünket, ők kívánnak a táncból, mert még végképezkednek egy keveset, ha visszajöttek, akkor lehet nekik ajándékot átadni, mert már többen kérdezték. Tehát ki szeretné őket boldogok látni, zenekarja szó, hadd szó! Amen.
Oh,
úgy valami csúgy az ülésben, de hogy van olyan család, aki oldjuk meg ezt a problémát, ülésben. Tántorogjon hát előttünk most senki, mert a nyakát könnyen leforrázunk együtt.
Ismét megérkeztem. Igaz, hogy egy kicsit sokára, de merem azt mondani, hogy nem jártam hiába. Mert olyan ételt hoztam ide valójába, amely igazán első az ételek sorába. De én ezért az ellenelért egy nagy próbát tettem. Képzeljék, egy megvadult bikával. 7 nap verekedtem. Kis híja volt, hogy a fogam ott nem felejtettem, de oda se neki, csak hogy legyőzhettem. Hanem senki ne gondoljam, hogy ez a hús öreg volna, mert emlékszem, mint fürge kisgyerek, hogy megkergettem az olvat. Most meg elfogyasztjuk tisztességes módra. Jó sok paprikát tett szakácsunk melléje, orromat csiklandja ennek erőssége. Így jó a pörkölt, a magyar így szereti, az erős eledelt a gyomrunk kedveli. Rajta hát vendégek akjanak jó ebből, s igyanak rá jó nagyokat a boros üvegből. Kedves ifjú, már is még azt mondom, hogy legyétek el tőle ezt a tálat, engedjétek meg, hogy ehhez is nagyon jó étvágyat kívánjak. Jó étvágyat, kedves ifjú bár. Köszönjük szépen. Én nem ragudjanak ért, hogy ismét kinyitom a számon, de valahányszor bejövök a mennyegzős házba, végig nézek itt az asztal sorokon, és a főasztalra terelődik a figyelmem, megmondom őszintén, valami nagyon szúrja a szemem. Hát úgy látom, hogy a Nászka Gyula úrra hajtja a fejét. Hát valami elvette az ő kedvét. Ne búsuljunk én, nem megyik minden sorjába. Éhező már nem veszett a házba, hanem remélem, hogy szomjazolok se. Ahogy eszét vettem, ha viszik, ha nem a pincébe jártam, és óriás országban nem láttam még akkora hordókat. Kárgolnak a hord bente veszne, javarésze tönkrement. Annál is hittem, mert hogy nagyon kíváncsi vagyok. A két eszközt, amit a kezükbe adtam, ha magasba emeli, a pohár jelzi majd, hogy a bőlegényről van szó, a bőlegényre igaz az esetleges állítás. Hát egyébként csak magasban ilyen pohárban nálatok? Ez az. Magas, ez a másik eszköz a szalvét, ami ő a mennyasszony fogja jelezni ebbe a játék a bérőszépen. Hát, hogy gondoljátok, kettőtök közül ki emlékszik jobban az első randi időpontjára? Így gondolják ők. Jó kezdődik. Jó kezdődik, eltérj a válasz. Második kérdés, kettőzött közül jobban észten az évfordulókat. A tapsvány elmegyik. A másikban. Őszintén. Nem megvan?
tudom, hogy van együtt én egy ideje, ezért merem a kérdést küldöm, hogy megérdez. Mit gondolsz a tízéknak, ki fogja hordani a kalapot? A lesz kalapot. Csak és így van. Most jönnek a vendégek. Van-e olyan kérdés, amit esetleg nem érintettünk, és szeretné valaki feladni? Ismét megérkeztem, most sültpecsenyét hoztam, amely igen finom étek. De erre, kedves vendégeink, vizet inni, vétek. Tudják, hogy ősapáink miért voltak olyan üreget és vének? Mert jó borral és sültpecsenyén éltek. Tessék hát, vegyék el kezemből, s jó nagy darabokat medéljenek ebből. Mielőtt az asztalra teszem, minden kedves vendégnek mondom, ha találnak benne, akkor mindenki az asztal alá legalább egy-egy csontot dobjon. Hogy miért? Megmondom, kérem, nem titok, nekem lesz az, ha sokat ugatok. Jó étvágyat kívánok hozzá! Kérlek, hogy ehhez is nagyon jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat! Köszönjük! Mindenkinek! És további jó étvágyat! Tessék valamit! Ready?
Nemének házassága. Kedvesek is öt évente, kevesebb, mint 15 éve jönnek házasságba, azok ügyenek le. Mindig állnak jó néhányan, úgy látom. Akik kevesebb, mint 46 éve jönnek házasságba. Még mindig, nem? Már csak egy éve, egyes éve haladunk. Kevesebb, mint 47 éve, kevesebb, mint 48 éve jönnek házasságba. Kevesebb, mint 49 éve. És a házaspár, aki közel vannak egymáshoz, 50 éve élnek házassága, itt van minden. Gratulálunk neki, sok boldogság, itt van egy másik házaspárhoz. Ettől szerintek? Ettől 50-et feltöltötték. Egyetlen egy. Enne, mi a hosszú házasság titkai? Tessék és elmondani a fiataloknak. A nagymamak, vagy a békesség, párjátok, egyértelműen ezt állítják. Én a kettő szerintem mind a két 50 éves házaspár megérdemli a hatalmas kapcsot, és kedvesen még ez a következő dolgában. Őket mindig eljárjuk, ők megiszolja a következő dolgokra. Hogy a szerelem szele a murvát összehordta, ezt egy péklegény tejjel, vajjal összegyúrta. Sok szép díszít a tetején sorjába van rakva, később tudtam meg, hogy a becsületes neve az torta. Először, hogy a szemembe tűnt az éges mintája, arra gondoltam, hogy a nász nagy uramnak lesz a háló sipkája. Később tudtam meg, hogy igen, drága sütemény, ezért, amint látják, óvatosan megvigyázva hoztam én. Tessék, bőlegény menyasszony, vágjátok ezt jó nagy darabokra, hajnalba, ha tántortok, vagy mászok innen hazafelé, kis darab ebből nekem is nagyon jó volna. Kedves vendégeim, olyan pillanatnak lehetünk a szemtanúi, aminek életünkben nem lehetünk, de nem is lehetünk többet, hiszen házas életünk első dilemmában vannak, mintha már csináltak volna ilyet, mert hogy azt kell nézni ilyenkor, hogy melyikünknek a keze van. Fősőnél kezdünk, gyerekek, mindenféleképpen. És háromig fogunk számolni a lábnéppel, csak akkor kell, hogy készülik előre. Öt emeletről van szó, négy látható, egy magassága is van még, plusz egy másik. Az alacsonyabb. Az alacsonyabb, az a kisebb nevésű hittek van. Jó hangosan mennél, egy, kettő, egy-egy jókora darabot vágjatok le belőle, és ezzel is megmutatja az itt nyumbárod, hogy szeretné egy tortából egymás szájába becsukott szemmel lehetőleg. Adjatok egy paratot, a tapsot megérdemlik, mert nagyon szépen, aki látja őket, a tudja érték. Hölgyemet, ugye az első szelet torta az örömszülők is. Sorban a többi vendégét is várjuk, ide jó étvágyat kívánok hozzá. Köszönöm,
képen, lehessen a szép nő, szép bohém. Yeah.
a szerencsének az, hogy minden elmű. Számos kérde, hogy ha vele talán még mondom, hogy viszont nem szólálni. Van egy harisnya kötő. Most már azért vagyunk olyan állapotban, olyan hangulatban. Én nagyon jól sejtem, uraim, hogy ezt fokkal illik lehúzni. Mégpedig megfelelő zenére és megfelelő ritmusra. Körbe tátolok szépen. A zenekar akkor egy ideillő nótát játszik. A vendégek egy ütemes tapsal biztathatják a fecát. Bátortalan, tudom én, hát azt hiszem előtt vagyunk még hiába. Kombiné. Minden te kombiné, a csükkés kombiné, mindenki a szintzenek a vég. Érdemes vendégek, tehát akkor 3, 2, és majd lássuk, hogy... hanem az urak, hogy a hölgyek volt szükség, ha már itt egyedülálló emberekről. Tűzérem, sor! Aminek van akkora? Kúrja szét! Ja! Thank you.
kedves vendégek, ide hallgassanak! Nagy újság van köztünk, amit én itt hírül adok. A leányok serege mától egyel apak, viszont az asszonyok serege egyel gyarapodott. Itt áll előttünk a fékes ójasszony, hogy ezentúl köztünk asszonyfővel mulasson. Táncolhat vele most már mindenki egy kurtát, de vigyázzanak, hogy ne tapossák a cipője orrát, gondoljanak csak arra, milyen drágáért varták, ezért hát forinttal, euróval jó tövjék meg a markát. Táncolhat vele majd mindenki kedvére, amíg a kedves új emberünk időt enged erre. Menyecske tánc következik, ahogy mondtam, de először majd velem. Megkérek minden kedves jelenlévőt, figyeljék a kezet. Mert a táncnak ára van, ugye kedves nászné? Így legyen ez mi nálunk is, ne pedig lenn másképp. Mikor a fém 200-as jelképnek szánom, ennyi volt, ezt is kölcsönkértem. De hogy legyen belőle nektek, mindig elegendő, ezt szívemből kívánom. Mert diszket vár a talpam, ez engem a fene, nem vagyok egy szalontáncos, de ne törődj most vele. Gyere, kedves újasszony! Mielőtt elkezd szólni a zene, szeretném megkérni önöket, hogy lehetőleg egy soros vonalat valahogy alakítsunk itt a násznagyok előtt, és járuljunk hozzá a menyecske tánchoz, úgyhogy én utána már akár a násznagyok is kezdődik. Hagyd szóljon a muzsika! Eladó az újasszony! Yeah.
Zajpapának, kérem szépen. Gyere! Fogd az ajtót, menj és segítek neki! Gyere! Fogd! Gyere! Fogjad! Arra! Arra! Az! 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 Az!
Szó nélkül megtaláltak? Nem. Hát szó se lát róla. Ha nem. Hát az új embernek azért valamiben csak tanúsítani kéne valamit. Szó nélkül vicceli vagy! Csak pénzi kérésünk van a Petához, hogy van? Ilyen kedvesek voltunk, hogy egyetlen egy percig dicsért anyósodat. És pénzed. Ezt szerettem én is hallani különben. Egyetlen egy perc. Megy az, hogy édesanyja legyen színes éjjel közelebb. Ezt én is szeretném hallani különben amúgy. Az vagy a Peca. Úgy szemtől szemben. Ennyi jó szót nem is tudok mondani. Hát akkor fiatalok, legyünk egy kicsit csendben. Tépecik adok rám. Mert ilyen az életben nem fordul elő, hogy a Peca szemébe dicséri az anyós által, meg a Petra. Egy percig nem bőjön. Szedd össze a gondolataidat, adodom a mikrofon. A túlzásban elsé, mert itt a felesége. Itt van az anyósod. Most kezdődik. Drága anyósod. Van én mérem?
De a szemébe nézzük, akkor Gyönyörű lányt, akit a feleségül is vettem. Hát mit is mondhatnék többet? Főszület többé vettem. Kérdezik, hogy eljut a hallja? Nem minden, nem minden másnak. A lányokat, minden másnak megváltozottam. Azt mondják, hogy nagyon kevés, és nagyon gyenge volt ez a dicséret, tehát akkor, ha egy kicsit csendben lesz a násznép, akkor az új ember ideáll a kedves felesége elé, és akkor elmondja utána az esküv szövegét, mert nagyon komolyan végighallgattuk a Városházán és meg a templomban is, igaz kedves? Jó, biztos hallotta, hogy mennyire dicsérték, de ha most az új ember jól hangosan mondja nekem az esküv szövegét, amit a násznép is meg fog hallani, akkor biztos vagyok benne, de akkor legyetek szíves. Nem, azt mondja, mondja Dudának, hogy megfogadom neked, nem élek a bizalmat, nem tudok csak lenni. Megfogadom neked, nem élek a bizalmat. Megfogadom neked, és bizalmattal nem élek vissza. Testem, mint a ma született bárányi. Testem, mint a ma született bárányi. Minden bűntől tiszta. Minden bűntől tiszta. Nem járok én kutlerába, ide figyelj. Hol a bűnfészkel? Elriaszt a gondolat és édes kincset hidd el. Elriaszt a gondolat és édes kincset. A gondolat meg édes kincset hidd el. De nem jön velünk holnap. Na de minek szabadkozok össze-vissza ennyit? Hiszen rajtad kívül? Hiszen rajtad kívül. Soha, nem csalok meg, soha senki. Kis türelmet, kis csendet kérünk, násznép, hagyd lássa, hogy miről van itt szó, de főleg az új embernek az arcát figyeljék, hát akkor tessék! Hallod, Niki, oda baszhatom neki egy gotyával, itt van, küllül! Csillem el! Állj meg, feladok két egy tízest! Na? Azért. Várjál! Mi folyik itt? Hol vagyunk? Milyen? Itt a lányom is itt van! Lassan, hogy ne vagy téged! Most szaladjátok az új ötletet!